Kezdődjön a bemutató, 10 percünk van a játékosoknak. Valami méltó ellenfél. A hírek szerint a stadionoknál, ami korábban a Népstadion volt, most Puskás Ferenc stadion, azért van ilyen hosszú 2 metró kijárat, mert egyszer az egyik oldalról ütötte vissza a Faházi labdát az ellenfélben a túloldalról. Most oda mennek. Ami a lángosban benne van. Semmit nem számít a tor. Mit gondol Faházi János, mehet a parketta? Adjunk mikrofon? Igen, elolvastam, igen, igen. Visszaadom. Visszaadom. Mondottam, játszom vele egy kicsit, hát ha nekem is megy, de... Nem menne. És akkor most az ütőre nincs már szükség. Jön a parketta. Az ekkas bezzeg nem teszi le az utat. A legenda életre kell, tényleg lehet játszani parkettával. Kezdem azt hinni, hogy beletettem az érzést. Faházi János egyébként Rákospalotán teniszben, pingpongban és futballban is iskola válogatott volt. Aztán az Alumínium SC elnöke meglátta őt játszani, és 13 évesen ebben a klubban kezdett el asztali teniszezni. Összesen 50-szer szerepelt a magyar válogatottban.
Köszönjük szépen! Kovázi János és Fadekas Péter!